Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Itt megemlíteném azt, hogy ma megjelenik az ingyenes havi hírlap. Erre e-mailen keresztül jelentkezhetsz, minden hónapban van egy havi téma, egy havi előrejelzés, és kedvezmények azok számára, akik jelentkeznek az ingyenes hírlapra. Amikor ez a videó megjelenik, az március 1-e lesz. Ezen a napon az indiai asztrológia szerint a hold a Visakha holdházban van. Visakha az indiai mitológiában a tűz istennője. És azt jelenti ez a holdház, hogy mennyire fontos lenne most, szimbolikusan, valamit magunk után felégetni, valamit elhagyni, valamit lezárni. De a tűz eleme jelenti a mozgást és a lelkesedést is, miután magunk után felégettünk valamit, akkor lesz egy új irány, ami lelkesít bennünket. Ezen a napon a nap és Jupiter bolygó egy jó kapcsolatban áll. Ez lehet egy jó hír, egy jó lehetőség. Itt Jupiter bolygó energiájánál gyakran igazságról van szó, tehát lehet egy bírósági ügy is, ahol most tisztázódik valami. Ami a kormányt illeti, ezek lehetnek bizonyos törvények, és az most napvilágra jön. Mars bolygó egy jó kapcsolatban áll Merkur bolygóval. Mars bolygó jelentheti a mi életerőnket is, kihat ránk, hölgyekre is, és akkor itt vannak cselekvések, találkozások, beszélgetések. Mars bolygó jelenti a férfiakat is, tehát inkább rájuk hat ki, hogy ott lesznek komoly beszélgetések, tárgyalások, szerződések, ami előnyös. Ezen a napon Uránusz bolygó és a hold szemben áll. Opozícióban vannak. Itt tükröződik valami, vagy kell a középút, különösen döntéseknél, változásoknál, hiszen Uránusz bolygó jelenti a változásokat, a hold pedig az érzelmeinket. Tehát úgy változtassunk bizonyos helyzeten, ahogy ezt az intuíciónk diktálja. A hold az jelenthet anyai témákat is, itt is kell a közeledés. A politikai eseményeket illetően Uránusz bolygó jelenti a változásokat, a hold pedig a népet, hogy a nép is szeretne valamit változtatni a helyzeten. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata. Itt a kettes szám az utalhat rád és őre. Veled együtt tervez valamit, új irányba tekint. A kezében van a glóbusz, az jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. A munkát illetően ez a kártya lehet egy szerződés is. De itt a másik képnél érzelmekről van szó, hiszen a kezében van ez az arany kehely, és az jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, ő nyitott érzelmekről beszélni,
sőt, elfogadja a te érzelmeidet is, itt lesz közeledés, hiszen van kis lépésekkel ugyan, de közeledik hozzád. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Most mutatok valamit, bizonyára észrevettétek, hogy a gyűrűm, tehát ami a házasságunkra utal, a középső ujjamon van, de én az utóbbi hónapokban nagyon sokat fogytam, és ha a gyűrűs ujjamon van, akkor lecsúszik. A férjem megemlítette, tulajdonképpen a gyűrűt a gyűrűs ujjadon kellene használni, de nem tudom, hogy van-e ötletetek ahhoz, hogy hogy lehetne ezt megkisebbíteni, ezt a gyűrűt. Én arra gondoltam, hogy talán körömlakkal belül, és akkor nem csúszik le az ujjamról, mert nekem is kellemetlen így, hogy a középső ujjamon holtam, bizonyára csodálkoztok ezen is, de mint említettem, ha a másik ujjamon lenne, már rég elveszítettem volna a gyűrűt, és ezt nem akarom, de talán van ötletetek, hogy például az ékszerész meg tudja-e ezt oldani, hogy a gyűrű az kisebb legyen. Na most így fejeztem ki magam. Ha van ötletetek, nyugodtan leírhatjátok a kommentárba is. És most megnézzük az ő érzelmeit. Itt látható a mozgás, más irányba terelődnek a dolgok. Elhagyjátok az egyik partot, lezártok valamit, amire visak a holtház is utal felégetni magunk mögött valamit. Lesz egy új irány, az új part még ugyan nem látható, de azt észrevesszük ezen a képen, hogy más irányba terelődnek a dolgok. Ő hibázik. Itt látható mellette ez a bokor, olyan, mint egy feldíszített karácsonyfa. Itt ragyog, csillog minden, de ez nem az övé, és ő odafigyel ezekre a dolgokra, és úgy gondolja, hogy mások értékesebbek, mint ő maga. És nem veszi észre azt, hogy ő tulajdonképpen sokkal magasabb, kiemelkedőbb másoknál a környezetében, azon kívül itt előtte ott van az az aranyérem, az az övé. Vegye fel, nézzen rám, legyen azzal tisztában, hogy ő is tud nyújtani valamit, ő is értékes. De ami ezt illeti, ő kicsit bizonytalan. Mit fog tenni? Itt látható Justícia istennő, az utalhat egy bírósági ügyre, és itt tisztázódnak a dolgok, mert itt látható a kard, a levegő eleme, és a levegő eleménél tulajdonképpen döntésekről van szó, azon kívül kommunikációról. Lehet, hogy nem bírósági ügy, hanem benne voltál egy bizonyos helyzetben, ami eddig igazságtalannak tűnt, és most megvan arra a lehetőség, hogy tisztázd ezeket a dolgokat. Lehet, hogy nem jössz rá magadtól, hanem majd ő közli veled. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a magyar kártya, amit a férjem készített. Megnézzük, hogy melyik betű ugrik itt ki. Itt látható az A betű. Most elgondolkozunk azon, hogy mit jelent. Ez lehet valakinek a kezdő betűje a nevének, például Adél, vagy András, vagy lehet egy helység is, mint például Agárd, vagy lehet egy fogalom, adni, venni, adásvételi szerződés, most ez jutott így hirtelen eszembe. És mit jelent számodra az A betű, azt leírhatod a kommentárban. A régi írásmód az úgynevezett rovás írás, itt van középen, és ennek van egy szimbolikus jelentése is.
Ha én ezt a képet megnézem, olyan, mintha valaki egy lábon állna, tehát tornázik egy kicsit, vagy amit még jelent, itt az egyenes vonal az élet út, itt ebből ő kilép, egy-két lépést előre megy, aztán visszahúzódik. Az is lehet, hogy itt találkoztok, és ketten együtt húzódtok vissza, mert lesz egy közös terv, vagy egyedül szeretne veled lenni. Ez a róvás írás, ez hasonló, mint a germánoknál a rúna, amit itt mutatok, tehát ugyanaz a jel, és itt ezen a képen látható egy testi közeledés, de megvan az összhang a nő és a férfi között, és így kéz a kézben mennek előre. A napi energia az itt látható, itt döntésekről van szó, ugyanúgy, mint itt szintén, és itt nem tudod, hogy milyen irányba kellene haladni, hiszen a szemed az be van kötve, nem látod, hogy mi fog történni, ha ebbe az irányba döntesz, vagy ha abba az irányba döntesz. A megoldás egy közös terv, hogy együtt döntsetek. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Meglátogathatsz a Facebook oldalon is, ebből kettő van, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!